Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Berki Krisztián, olimpiai világ és Európa bajnok, tornász. Szervusz, üdvözöllek! Szia! A mostani világbajnokságon megint bebizonyítottad, hogy ember vagy. Emberből vagy te is. Nem vagy gép, nem vagy robot. Tulajdonképpen ennyi történt itt ezen a világbajnokságon, amin ugye 24. helyen végeztél, ha jól emlékszem. Igen, mennyire van még benned ez a világbajnokság? Szerencsére így nyilván bennem van, de nincsenek rossz érzéseim. Szóval azokat a rossz érzéseket elég hamar el tudtam hesegetni, hogyha lehet így fogalmazni. Nyilván nagyon jó, hogy ez az emberi műholtamat mutatja. Nyilván nem egy annyira jó szerepkör, hiszen egy sikertelen világbajnokságon vagyok túl, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy ennek valamiért így kellett lennie. Nyilván új gyakorlattal készültem a világbajnokságra, ezt mondtuk is előtte már az interjúkban, hogy azért egy új gyakorlatnak a versenyképessé tételéhez nagyon sok idő kell. És itt a világbajnokság előtt nem volt még annyi idő. Mennyi idő kellene hozzá, hogy... Hát egy új gyakorlatnak legalább fél év, egy év. És kell, most mennyi volt? Hát most ilyen 2-3 hónap volt. Szóval így az Európa-bajnokság után én nem álltam le, ami ugye áprilisban volt, és ettől függetlenül folytattuk az edzéseket, de az új gyakorlatot nem tudtam még úgy begyakorolni, úgy beversenyezni inkább, hogyha azt mondhatom, hogy versenyen nem csináltam meg túl sokszor, hiszen nem volt annyi versenyem a második fél évben. Versenyem miért másabb? Hát azért egy versenyszituáció az mindig nagyobb stresszel, mindig nagyobb külső tényezőkkel jár. Nyilván, igen, ez még megérint mindig? Engem a közönség az annyira nem, nyilván örülök annak, hogyha nagyon sokan néznek, de nem ez az elsődleges szempont. Ugye edzés helyzetben egy versenyszituációt nem lehet szimulálni. Igen. Viszont nyilván azért, amikor egy nemzetközi versenyen vagyok, egy nagyobb csarnokban, másfajta bírók előtt, mint az itthoni bírók előtt bemutatva a gyakorlatot, azért mindig másabb. Azért akkor még mindig akkor egy kicsit akkor izgulsz? Hát az izgalom az szerencsére. Bár mondjuk most az olimpia után mondhatom azt, hogy talán a nagyobb nyilvánosság miatt és a nagyobb odafigyelés miatt, amit mondjuk a civilek felől kapok, néha bevallom őszintén volt bennem izgalom. Inkább itt a magyar versenyeken, hiszen nagyon sokan kijöttek a magyar versenyekre, és ez egy érdekes helyzet volt. A VB után végül is mennyi idő kellett még feldolgozd ezt a 21. helyet? Az, hogy leestél a lóról. Mivel sajnos a világbajnokságon elég hamar ilyen turista szerepbe kerültem, hiszen a második napon versenyeztem, és utána még egy hetet kint voltunk. Igazából az az egy hét az azzal telt, hogy attól függetlenül, hogy nem voltam döntős, lejártam edzésekre, végigcsináltuk a programot, és szerintem ott már kint a világbajnokság helyszínén túltettem magam rajta, úgyhogy mikor hazérkeztem, teljes mértékben tudtam azt, hogy miket kell leszűrnöm ebből a világbajnokságból, mik azok, amikre jobban kell figyelnem. Eszedbe jutott az a Európa-bajnokság, ahová azt hiszem négyszeres Európa-bajnokként menték, és szintén nem a várt eredmény született. Jól emlékszem, az a negyedik? Igen, 2010 Birmingham. Igen, hát ott is ugye a selejtezőben a leugrásomat rontottam, és ezáltal nem kerültem döntőbe. És utána megint Európa bajnok lettél, világbajnok lettél, olimpiai bajnok lettél, tehát nem történt tragédia. Ez éppen ez a sorozat mennyire jutott eszedbe? Nagyon sokat gondoltam erre is, és ráadásul akkor volt egy olyan telefonbeszélgetésem az egyik nagyon, nagyon közeli sajtós ismerősömmel, újságíró ismerősömmel, aki teljesen kétségbe volt esve, hogy úristen, hát most mit mondjon nekem, és én mondtam neki, hogy igazából az Európa-bajnokság nem sikerült, viszont ott van a világbajnokság évvégén, és akkor majd ott javítok, és végülis Rotterdamban nyertem. Nyilván most a világbajnokság nem sikerült, bár az Európa-bajnokság is idézőjelben csak ezüstérmes lettem, de ettől függetlenül mondhatom azt, hogy azért ez mégsem egy annyira rossz év. Nyilván jobban szoktam szerepelni a versenyeken, de olimpia utáni évben én is érzem magamon, hogy még egy picit ilyen
mondhatom azt, relax állapotban voltam, és nem voltam annyira harapós, nem voltam annyira sikeres, mint az elmúlt években. Nem írtam ki, pedig ki kellett volna írnom, rengeteg olimpiai érmesünk most világbajnokságon betlizett emberek. Marosi Ádám kapásból, Hatos Gábor birkózóból, csak így hirtelen egy eszembe jutnak dzsúdósok, hogy a világbajnokságon egy érmet se tudtak hozni, noha olimpián érmet hoztak. Tehát ez törvényszerű valahol. Benne lehet van ezt így mondani? Mert lehet mondom, mondani, tehát sportáktól persze. Függetlenül mindenki. Ugye pedig a Marosinak az EB-je még jó sikerült, hogy első lett. Világbajnokságon ő is 20-valahányan helyen végzett egyébként. Igen, hát azért egy EB és egy VB között óriási különbség van, nem csak a résztvevők számát tekintve, hanem a maga a millió, ami ott fogadja a versenyzőt, azért az nem fogható semmihez se, úgyhogy egy olimpiai részvétel sem. Nyilván vannak olyan versenyzők, akik idén nem tudtak úgy teljesíteni, mint mondjuk a tavalyi évben, viszont vannak olyanok, akik tudták tartani a szintet, és hát most, hogyha hazabeszélek, azért az UTE-ban nagyon jó eredmények születtek. Jó, igen, csak az olimpiai érmesek, akik az olimpián mindenki kiadtak magukból, ebben az évben a világbajnokságon nem nagyon. Egyről a Módos Péter Lóki a sorba, aki bronzérmes lett, és most a világbajnokságon is bronzérmes lett. De ugye Lőrinc Tamás, vagy a budapesti birkózó világbajnokságon nem lett. Sajnos kint voltam, igen. Akkor tudod, tehát azért mondom, tehát most valahogy nem véletlen sok sportágban, akik olimpia ott voltak, érmesek voltak, kihagyták az ez évi világbajnokságot. Igen. Hát valószínűleg hogy azért mindenki úgy volt vele, hogy a tavalyi évre az olimpiára összpontosít, ahogy mi is. És nem mondom azt, hogy nem tudtam volna megcsinálni a gyakorlatomat, hiszen úgy mentünk ki a világbajnokságra, hogy fel vagyok készülve, és többségében megcsináltam ezt az új gyakorlatot is, független attól, hogy ez most került be versenyzésre. De hát valamiért ez a hiba ez összejött. Igazából bevallom őszintén, hogy ilyen hibát még nem vétettem. Ez vagy mi ilyen... volt pontosan ez a hiba? Igazából a magyar orsóból estem le, de előtte már az egyik elembe leragadt egy picit a fogásom, és ezáltal terpesztettem, ott egy picit el is vonta a figyelmemet ez a hiba, és a magyar orsóból, ami ugye Magyar Zoltán nevéhez fűződik, igen, amit általában a mumusnak is tartok a gyakorlatomon, és talán az egyik legnehezebb elemnek, és ebből le is estem. Ilyen hibát még nem csináltam versenyen. Volt már hibázott gyakorlatom, de az, hogy leessek a szárról egy világbajnokságon vagy egy világversenyen, ez még nem fordult elő velem. Ott abban a ezred másodpercben mi játszódott le benned? Utána folytattad tovább, tehát oké, de ott abban a pillanatban. Hát, hogy ezt most nem így kellett volna, de például az edzőm Kovács István fogalmazta meg nagyon jól, ami igazából tényleg... Ha visszatekintünk, bármelyik aranyérmes versenyemen előfordulhatott volna. Igen. Hogy azt kell néznem, hogy én tényleg 6-szoros Európa-bajnok vagyok, 2-szeres világbajnok, és bármelyik 6 EB aranynál, vagy bármelyik VB aranynál összejöhetett volna, akár az olimpiai aranyéremnél is, hogy rontok. Igen. De többségében szerencsére jól versenyeztem. Most ez a világbajnokság, ez sajnos így sikerült, De csak azt tudom mondani, hogy ember vagy, ennyi. Igen, hát, és pontosan ezért jó, hogy beszélünk róla, mert nem tartanám magamat igazi sportolónak, hogyha csak a jó dolgokról tudnék beszélni. Nyilván ez egy fájó pontja az idei évnek, de igenis erről is beszélni kell, hiszen tudják meg az emberek, hogy azért az élsport az nem egy egyszerű dolog. Igen. Nyilván mindenkinek a saját szakmája nehéz, de itt ezred másodperceken sőt, múlik. Az lenne nagyon, ha valaki 10 éven keresztül csak mindig nyerne. Hát nem lenne rossz dolog, de nyilván akkor már megkérdőjeleznék, és sokkal másabbul fognák föl a versenysportot, hiszen hogyha valaki 10 évig ott van a csúcson, akkor ez nem is lehet annyira és nehéz. És nem hibázik semmi, tehát igen, olyan nincs. Noha tudom, hogy korábban megjelentek olyan cikkek is, hogy nehéz úgy edzeni, hogy fázik az ember. Berke Krisztián. Ugye ez a világbajnokság előtt jelent meg. Pontosan. Ez nem játszhatott közbe, hogy nem volt fűtés a csarnokban. Igen, ezt már sokszor elmondtam, hogy tavaly az olimpia előtt volt egy vágygyulladásom, amivel az egész olimpia alatt szenvedtem, de szerencsére a kinti orvosok, gyúrók, mindenki, aki tudott segíteni, az segített és kikezelték, és pont akkor, amikor a szerem voltam, akkor nem éreztem. És ugyanez volt a világbajnokságon is. Hát a VB előtt 2 héttel ugye már eléggé hűvös idő volt, és sajnos a tornacsarnokban nem volt olyan megfelelő fűtés, amivel
konkrétan tudtunk volna edzeni, és hát ugye a tornáról tudni kell, hogy én nem tudok melegítőben fönt lenni a szeren. Szóval amíg a melegítést csinálom, addig be vagyok öltözve, viszont utána nem tudok megmozdulni egy vastagabb felszerelésben. És hát itt valószínű, hogy ismét a vállam egy kicsit megfázott, begyulladt, de ezt konkrétan a versenyen nem éreztem szerencsére. Válladizbok. Igazából te nagyon nem is tudsz elmenni pihenni, hogy hallottam, mert az izmok nagyon gyorsan elfelejtik a munkát. Hogy is van ez? Igen, hát a tornának sajnos megvan az a sajátossága, ami talán a nehézsége és a szépsége is egyben, hogy itt nem lehet heteket kihagyni, nem tudok heteket pihenni. Fejben, és most pont nagyon sok régi tornásszal beszélgettem, hogy fejben még nagyon jól megvannak a mozdulatok, nagyon jól el tudják képzelni azt, hogy mit kellene csinálni, viszont a test az nem képes rá, hiszen az izomzat átalakul, és ezt az olimpia után tapasztaltam meg leginkább, hiszen az elmúlt 10 évben nem volt olyan évem, amikor mondjuk 2 hétnél többet ki tudtam hagyni, viszont az olimpia után 2,5-3 hónapot hagytam ki, és hát plusz 6 vagy 7 kiló jött föl rám. Na és mi történt 2 hét után? Mi történt az izommal, a testeddel? Teljesen átalakul igazából, ugye azok a motoros képességek, azok a reflexszerű dolgok, azok teljesen így elmúlnak, és kell legalább 1,5-2 hónap, hogy újra kell építeni újra az izmot? Igen, igen, az izomzat is teljesen átalakul, ugye amikor edzem, versenyzem, akkor van egy rendszeres étkezésem, ahhoz próbálom igazítani az edzéseket, hogy megfelelő táplálkozás, viszont amikor leállok az edzésekkel, akkor itt minden felborul. Lehet, hogy kevesebbet eszem, viszont a mozgás miatt több mindent raktároz a szervezetem, és azáltal könnyebben el is ízok. Nem semmi, és akkor utána nagyon nehéz. Mennyi idő alatt jön utána vissza? Az, amit 2 hét pihenéssel hagytál elmenni, az mennyi idő alatt tudod visszahozni? Hát ez legalább 1 hónap, mire vissza tudom hozni. Ugye itt az első pár edzés után jön az a fajta izomláz, amivel aludni sem könnyű, nemhogy napközben ébren lenni. Úgyhogy ezek mind ez nagyon nehézségek. Ez félelmetes. 2 hét pihenés után így elfelejt az izom utána. Igen. Igen, mert azért egy olyan munkának, olyan igénybevételnek van kitéve az emberi szervezet a sportnak köszönhetően, hogyha nem koncentrál minden nap, akkor tényleg nem is lehetne megmozdulni rendesen. Viszont amikor kap egy kis pihenőt, nyilván kell a regenerálódás miatt, meg hát igen, ki kell pihennem magamat azért egyszer-kétszer, de ezek a pihenések is próbálom úgy csinálni, hogy aktív pihenések legyenek, hogy azért, hogyha tudok, akkor konditerembe lemenjek, hogy egy picit súlyzózzak. Szóval akkor a testet folyamatosan zsigerelve van. Csak az annyi, hogy hol 100%-osan, hol 50%-osan. Igen. De folyamatosan ott kell lenni, és égetni kell. Igen. Hát mindig igénybe kell venni valamilyen szempontból, de mindig találok olyan kikapcsolódásokat, amik azért segítenek. Ezt meddig lehet bírni? Az izületek meddig bírja? Szerintem ez teljes mértékben emberfüggő. Nyilván 28 évesen vannak olyan fájdalmaim, amik napi szintűek, viszont nem zavarnak azért még annyira. Tudsz aludni még? Én nagyon jó alvó vagyok, úgyhogy szerencsére az alvásomat nem zavarják. Amikor nagyobb gyulladások vannak, vagy nagyobb fájdalmak vannak a szervezetemben, az kihat az éjszakákra is, de szerencsére nem kell úgymond gyógyszeres kezeléseken részt vennem, nem kell folyamatosan olyan dolgokat szednem, amik fájdalomcsillapító hatásúak lennének. Nézik, vizsgálják akár a sportkórházban, hogy adott versenyző szervezetét meddig lehet még terhelni, és hol van az a határ, amikor azt mondják, hogy kész, be kell fejezni, mert innentől kezdve már káros lesz? Van itt ilyen jellegű vizsgálat? Hát ilyen fajta kimutatás nincsen, itt inkább szerintem maga a versenyző, illetve az edző érzi. Neki azt, kell hogy, megérezni? Igen, igen. Hát azért a szervezet az nem egy buta dolog, és pillanatok alatt jelez, hogyha valami nem stimmel. Jó, csak tudod, nem egy versenyző a kényszer miatt, mint valami, még akkor is rátesz, még akkor is bírnak, és igen, nem kellene. Hát ezt tényleg csak a versenyző és az edző látja, hogy mi az a pont, ami fölött még terhelhető, vagy éppen vissza kell venni. Olyankor szólsz? Szoktam szólni, de igazából mi már nagyon régóta együtt vagyunk Kukubával, hogy tehát mondanod sem kell? Igen, igen. Azért látja rajtam, hogy amikor már, például amikor elkezdek lovazni, ez csak egy ilyen apró példa, akkor még úgy az elején látszik a nyakam, bele tudom nyomni a lovat. Viszont a végére már így vagyok, mikor már fárad az izomzatom, és akkor ő azért ezt látja, és olyankor abba is szoktuk hagyni, mert a jó fogások után a rossz fogásoknak már nincsen értelme. Tehát a verbális magatartásod elárul mindent, hogy már másképpen mutatsz a szerelmet. Hát igen, sajnos a vége felé már igen.
és akkor már csak erőlködsz. Jó lesz ez a gyakorlat egyébként, amit most bemutattál itt a világbajnokságon? Ez a gyakorlat, ez nagyon jó lesz, sőt, hogyha minden igaz, akkor ez a 7 ponthoz még, hogyha nagyon kell, akkor tudok fejlődni. 1-2 tizenet, kiinduló pont számügyileg. De hát most nyilván ez egy olyan dolog, hogy sose szeretek a múltról beszélni, és sose szeretem azt mondani, hogy ha ott lettem volna a döntőben, akkor lehet, hogy akkor is akár hibázhattam volna, de hogyha megcsinom a gyakorlatomat, akkor talán még egy aranyéremmel gazdagodhatott volna a gyűjtemény. Akkor az olyan erős gyakorlat, amivel aranyat lehet begyűjteni, ugye? Hogyha minden klappol. Igen, szerencsére ezt láttuk, és ezt tudtam leszűrni a világbajnokságból, ami egy pozitív része, hogy attól függetlenül, hogy vannak anyagerősebb gyakorlatok, mint az enyém, még mindig versenyképes vagyok, sőt, hogyha megcsinálom úgy, ahogy a legjobb tudásom szerint szoktam, akkor egyelőre nem csak az Európa-bajnokságon, hanem a világbajnokságokon sincsen olyan ellenfél, vagy olyan versenyző, akit magam elé tudnék engedni. Rióig jó lesz, vagy Riói olimpiára át kell írni a forgatókönyvet? Rióig még nagyon sok időm van, és addig ez a gyakorlat ez teljes mértékben versenyképes lesz, sőt, hogyha nagyon kell, akkor, mint említettem, még tudok fejlődni, tudok javulni, de az elmúlt világbajnokságon le tudtam azt szűrni, hogyha a 7 pontos gyakorlatomat tökéletesen begyakorolom, és marad ugyanez a mezőny, ami most volt, akkor ez a 7 pontos is elég az aranyéremhez. Nyilván ez még nagyon messze van, addig még nagyon sok mindent kell nekem is megtanulnom, és nagyon sok mindent kell átértékelni az évek alatt, de úgy érzem, hogy ez a gyakorlat ez képes lesz Rióra. Ha jól tudom, ebben az évben már csak egy bemutató verseny, ebben nem tudom, minek mondjátok, mi lesz ez? Igen, ez Mexikóban egy ilyen gála jellegű dolog, amin mondjuk a tavalyi évben is az olimpia után volt egy ilyen Goodbye London megnevezésű francia bemutatóm, és most Mexikóba szintén megyünk, szerencsére meghívtak minket, kíváncsian várom, hogy milyen hangulata lesz. Annyit kell tudni ezekről a gálákról, hogy igazából attól függetlenül, hogy a versenyzők ugyanúgy harci felszerelésben vannak, és próbálnak nagyon szép gyakorlatokat csinálni, azért ez már egy kicsit kötetlenebb. Itt azért már nem kell annyira megfeszülni, itt inkább valamilyen jellegű showt kell csinálni, amivel egy picit a közönséget be tudjuk vonni. A showt az hol képzeled el? A szerem, vagy mikor a szerhez közeledsz? Az az érdekesség ennek konkrétan a mexikói show-nak, hogy ez egy picit ilyen táncosabb jellegű show, bár mondjuk én eléggé falábú vagyok, úgyhogy én nem nagyon szeretek táncolni, és ezzel a részével valószínűleg bajba leszek, úgyhogy én megpróbálom a szeren elcsábítani a közönséget, és megpróbálom ott buzdítani majd őket. Bele fogsz tenni valami érdekességet? Biztos, hogy lesznek olyan apropói a gyakorlat résznek, ha nem is a teljes gyakorlatomat, de valami olyat fogok csinálni, amivel egy picit így magam mellé tudom rakni a közönséget. Ott nem pontoznak, ott nincs semmi. Itt nem, itt igazából tényleg csak arról szól az egész, hogy mi jól érezzük magunkat, és átadunk a közönség. Egy alkalommal, vagy több alkalommal? Ha jól tudom, 2 vagy 3 állomás lesz. Úgyhogy egy hétig leszünk kint kb. És akkor erre az évre ennyi? Igen, erre az évre ennyi. Na, hogy beszéltük, ugye pihenni nagyon nem lehet, mert izom fel egy gyorsan. Tehát edzések ugyanúgy lesznek? Én ahogy hazajövök Mexikóból, folytatom az edzéseket. Talán egyedül 2-3 napot fogok kint tölteni Ausztriában a feleségemmel, egy kicsit wellnessezünk, de többet nem szeretnék nagyon megengedni magamnak, mert nem sokára itt van a következő év, és hát jövőre. Jövőre már azt kell tudni, hogy kvalifikációs világbajnokság van az olimpia miatt, úgyhogy ez az első lépcsős kvalifikációs világbajnokságunk, és erre fel kell készülnünk, nem csak nekem, hanem a magyar csapatnak is. Ez ugye az év második felében lesz, ugye? Igen. És ott neked mi az elvárás? Hát, ha már kvalifikáció így szóba került. Hogyha én ott vagyok a csapatban, akkor az az elvárás, hogy a gyakorlatomat megcsináljam és segítsem egy jó pontszámmal a csapatot, hiszen az első lépcsőn mindig a 24-ben való csapat bekerülés a legfontosabb. Itt nyilván lesz döntő is a szereknek, de itt én konkrétan nem tudom magamat kvalifikálni, itt igazából arra kell figyelnünk, hogy a csapat a legjobb 24 közé kerüljön, és így a 2015-ös kvalifikációs világbajnokságon, ahonnan majd én is tudom magam kvalifikálni, kijussunk. Emlékszel, még évek kezdett arról beszéltünk, hogy több szeren kell lehet versenyezned.
hál' Istennek ez lekerült a porondról. Hát egyelőre még nem változott a kvalifikációs rendszer, úgyhogy ha marad minden ugyanúgy, ahogy London előtt volt, akkor lehet, hogy többszereznem kell ismét. De nagyon bízom abban, hogy azért észrevették a tokiói világbajnokságon indulók között, akik főként egyszerűen szoktak versenyezni, hogy ennek túl sok értelme nincsen, hiszen olyan produkciókat csináltam a másik két szeremen, ami nem hogy nyomdafestéket, de a kamerának sem tett jót szerintem. Úgyhogy ennek túl sok értelmét nem látom, de ha ez a kvalifikációs rendszer marad, akkor össze kell szednem magam, hogyha ott szeretnék lenni Rióban. De egyelőre csak a ló, ugye? Most semmi más. Igen, csak lovazom, hiszen ezen tudok eredményeket elérni, ez megy a legjobban, és hát ezt is szeretem a legjobban. Érdekes. Mióta is csinálod ezt? Hát én 89 vége felé kezdtem, úgyhogy most már elég régóta. Felnőttként rengeteg érmet szerezte. Előbb számoltuk itt össze, most már neked is számolgatni kellett. 14? Igen, 14 körül vannak az éremszámok világversenyekről. És mi érdekes, hogy utánpótlás korodban csak egyet negy érmet szerezte junior EB ezüstére. Igen. Nem több, nem kevesebb. Egyet negy érem. Hiszen felnőtt korban meghoztad. Igen. Van sok sportoló, aki meg pont fordítva dolgozik. Tehát utánpótlásként veri a világot, felnőttként már jó egy érem összejön, és akkor kész, ennyi volt. Igen, ez így jó volt, szerencsés volt, hogy nem ég, mert azt szokták mondani, igen, hogy kiégett a versenyző. Te szerencsés voltál így, hogy nem lettél kiégetve? Hát akárhogy nézem, azért olimpiai bajnok lettem, úgyhogy mindenképp ez egy szerencsés dolog. De szerintem ehhez nagy mértékben hozzájárul az is, hogy ki az, aki végig tudja csinálni. Szóval én is egy 32 fős csoporttal kezdtem, és egyedül maradtam. És most már lassan 5-6 éve egyedül vagyok. Ja, amikor gyerek volt, amikor elkezdted? Igen, igen. Amikor utánpótláskorú voltál, és én nem mentél ki versenyekre, mindegy azért, mert még túl fiatal voltál, vagy túl öreg, most teljesen mindegy, adott korcsoportnál, nem gondolkodtál-e azon, hogy akkor hát nincs motiváció, akkor minek maradjak? Nem, én nagyon sokat versenyeztem, csak nálunk annó egyetlen egy ifi komolyabb verseny volt, az az ifi Európa bajnokság. Nekünk ifi VB-nk nem volt, most már ugye bejött ez az ifjúsági olimpia, ezek nagyon jó dolgok, de amikor én voltam fiatal, akkor még nem voltak ilyen lehetőségek. Két évente volt egy ifi EB-nk, és ez 2002-ben volt, amin én részt vettem, a 2000-esen még fiatal voltam, nem fértem be a csapatba, 2004-ben pedig már kiöregettem. Viszont 2004-ben már felnőtt Európa-bajnokságon bronzérmes voltam, úgyhogy igazából én nem éreztem soha azt, hogy bármiről lemaradtam volna, hiszen gyerekkoromban is volt nagyon sok versenyem, nagyon sok nemzetközi versenyem, sőt, amíg 6 szereztem, addig összetettben is tudtam aranyérmeket szerezni, de hát aztán a lóra körvonalazódott minden, és igazából ez lett az én főszerem. Akkor jól alakult minden, azt lehet mondani akkor. Én semmit sem bántam meg, és hogyha újra lehetne kezdeni, valószínűleg ugyanígy csinálnék mindent. És a ló minden maradna? Én amúgy egy eléggé gyáva ember vagyok ilyen szempontból, úgyhogy a lóat azért is szeretem, mert független attól, hogy lehet róla nagyot esni. Nem mozog. Mégsem mozog, igen, és mégsem annyira veszélyes mondjuk, mint egy nyújtó. Mit fogsz most csinálni? Mert most egy kicsit lazább lesz az edzésed, azt tudom, tehát nem lesz minden nap két edzésed. Azt hiszem egy edzésed 3 óra hossza? Igen, igen. Hát úgy néz ki egy napom, hogy 9-től délig van az első edzésem, délután pedig 3-tól olyan 6-ig. Tehát most egy kicsit lazább lesz. Mit fogsz csinálni? Mit fogsz beépíteni edzés helyett? Hát most az edzések helyett igazából, hogyha kihagyom mondjuk a napi két edzésből az egyiket, akkor valószínűleg egy konditermi edzésem lesz személytrénerrel. Az is edzés. Úgyhogy... Nem lehet az edzést teljesen hát kihagyni? Hát teljesen nem lehet kihagyni, valamivel pótolni kell, akár úszással, akár valamilyen ilyen rekreációs dologgal, ami mondjuk futás, vagy egy kicsi kikapcsolódás, séta, vagy bármi. Teljes mértékben edzést nem szoktam kihagyni. Majd akkor tényleg, amikor elutazunk egy picit, és akkor pihenek, akkor kihagyok edzéseket. De amúgy ez a napi két edzés, ez úgymond kell a szervezetemnek. Ma úgy látom, most már teljesen beléd ívódott. Teljes mértékben, meg azért most nincs az a feszített munkatempó, igazából most mondhatom azt, hogy inkább technikázunk az edzéseken, gyakorlatot nagyon keveset csinálok,
inkább az elemeket próbáljuk még tisztábbá, tökéletesebbé tenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.